Welcome back! Folytatjuk a névsorolvasást. 2015-ben nem volt ott Janet 5-kor a szökőkútnál, de ott volt a bulibáról az éjjel-nappaliban. Én a bulibáról, sálom-álom-álom. A kongói dandik beöltöztek rajosan a telepen, hogy bevásároljanak chipsből az esti bulihoz. Az élményt egy gusztusos nyálhíd teszi teljessé. Én a bulibáról, sálom-dilom-álom. Legyen bulibáról, sálom-dilom-álom. Az elektromulatós klipben nem csak zeneileg, de vizuálisan is Romániában érezhetjük magunkat. Köszönjük az alkotóknak, hogy tovább örökítették a mulatós zenét elektronikus formában, és végre a városi fiatalok számára is fogyaszthatóvá tették. Újra felöltöztem rajosan. Despacito. 2016-ban megismertük a teljesen létező Gütyülfalut és a Gütyül Gang névre hallgató Antipunci Mágnes csapat himnuszát. Mögöttem a csapatom, itt a gütyüli gang. Errefelé nem divat a nagyvárosi slang. Elmondom, ha valakinek nem tiszta a kép. A lényeg itt csak az, hogy együtt van a nép. Egy hip-hop klipnek az lenne a lényege, hogy beirigyedjenek rá a nézők. De ezekre a srácokra nem tudok irigykedni, sőt inkább megsajnálom őket. Itt a gütyüli gang! Ez a mi kis csapatunk, amikor csak tudunk, az utcákon csapatunk. Leírtuk ezt a dalt, volt bennünk ennyi bátorság, viszont itt a kemény kezd, gyorsan szed a sátorfát. Hiába hozzák elő a sittes múltat is. Általános suliban már jó barátok voltunk, Balhikat a bandával mindig megcsináltuk. Jóska testvéremmel ketten kaptunk beírást, mert nem mondtuk meg azt, hogy ki is volt a hibás. Idomított delfinekkel is könnyebb, mint ezekkel. ...2017 nem csak a búzadara, a buli-buli és hosszú Katinka éve volt. Hosszú Katinka, hosszú-hosszú Katinka. De sokan elfelejtették, és azért vagyok itt, hogy emlékeztessem rá az embereket, hogy ebben az évben Norbi is romantikus szerenádot küldött szerelmének. Itt vagy velem, tudom és érzem. Nem kell semmi több már nekem. Ami egy tök szép gesztus, csak ahelyett, hogy ezt neki személyesen küldte volna el, volt olyan kedves, és megosztotta velünk is. Olyan jó, jó veled. Norbi alá Cibók Laci, ő se tudott kiszállni a kocsiból a kliphez, mert folyamatosan szállítania kellett a ketó kakaós csigákat a pékségbe. Napok elsodornak tőlem. Szorítsd a kezem, úgy féltelek, féltelek. A privát családi felvételektől az általában a Story magazin lapjai közé orgazmáló nagymamák végre már az interneten is kielégülhetnek. Úgy féltelek. Jól is teszi, hogy félti a csaját, hát én is félteném a csajomat a magas testzsír százaléktól. Úgy féltelek. Nagyon féltelek, kicsi. Úgy féltelek. De csak lehet. 2018-ban nem csak a Petőfi Sándor ford fel, hanem egy jó nagy kondér bableves is. Ha szereted a bablevest, tedd föl a kezed, tedd föl a kezed, tedd föl a kezed. Ha szereted a brokkoli, tedd le a kezed, tedd le a kezed, tedd le a kezed. A költő úgy állítja ellentétbe a bablevest a brokkolival, ahogy a nyers vidéket a fővárosi inges ficsúrokkal. Megmondtam én előre, hogy nyamnyila lesző, hanyat teső a napon, ha brokkoli tesző. Hogy fogod a hordókot elgurigatni? Három lépés utalmas érvet fog kapni. A dalszövegben palóztáj szólással oltják le a vegánokat. Nagyon helyesen. Nem leszünk haverok, ha brokkoli tesző. Magyom meg a gező, te zöldségevő. Egyél inkább bablevest, abban van az erő. A faluba menő, hogyha kipattintva lesző. Errefelé nem divat a nagyvárosi slang. A magyarok nemzeti eledelei a városokban a fagyasztott pizza, a smekleves és az energiaital. A falvakban pedig tarja, bableves és házi pálinka. Szigorúan PET palackban. Nem köpöm szembe a fogyókúrát. Kibírom hús nélkül a vidéki túrát. Csak adj még két órát. Adj még egy órát. A bablevesben van az erő, attól lesz a igazi férfi. Egészség! 2019-ben nem a Ferrari-ról vagy a Lamborghini-ről szóló számból lett sláger, hanem a mi autónkból, a Suzuki-ból. Nem kell sokat szerelni, ebben nem kell sokat tankolni, és akár hova elszállni.
Az előadó egy átlagos, laikus autótulajdonos szintjén mondja el, hogy mit tud erről az autóról. Rálépek a gázba és megy, nem is tudok róla többet. A megfontolt sofőr a borozóban csak is alkoholmentes üdítőket iszik, hogy ráléphessen a gázra és akárhova mehessen. És ezzel elértünk 2019 év végéhez, és a tahósági rezidensek lezárták az évtizedet. A csökés nyilvánvalóan provokatív céllal született, szóval az a gyökér, aki felhúzza magát rajta. Pont annyira lett sutyarák, hogy még azoknak se tetszen, akiknek a Soha nem elég című számuk tetszett, pedig tökre ugyanaz a két szám. Ez mi a f***t néz? Mi a f***t néztek? Mindig megmelengeti a kicsi szívem, amikor az internetes kommentek szemétdombján kincseket találok. Például Gyurcsány Ferenc személyedzőm jó tanácsaira is így bukkantam a róla készült videóm alatt. Ne ezen múljon a boldogságot, Péter. Szóval kézisúly, saját testsúlyos gyakorlatok, sok nyújtás és kevés futás. Emellett persze gluténmentes pizza. Azóta be is tartom az edzéstervét, és csak saját testsúlyos gyakorlatokat végzek. Például a videón látható medvemászás gyakorlatot, amit tudok ajánlani mindenkinek, mert minden izomcsoportot megmozgat. De most térjünk vissza a lényegre. A csöcsök és segről a szakmabeliek is elismerően nyilatkoztak. Ez az új BSV klip, ez mégis mi a fasz, érted? Ez mi a fasz néz? Itt van egy iPhone, ezért széttörtem, ez 4 kiló. A BSW zenéitől még a telefonok is összetörnek. Ezért széttörtem. Hát de miért nem vett hozzá telefontokot? Hát még az OTP-s Benny is megmondta, hogy legalább 50 darab telefontokot kell venni. Szeretem öltöztetni a telómat, és állandóan veszek rá új tokokat. Mindig látok egy jobbat, egy színesebbet, egy dizájnosabbat. Szerintem legalább egy 50-100 tok van nálam otthon. Mintha kb. 20 éven át kómában lettem volna, és most ébrednék fel. Ha már ennyire tudja szórni a pénzt, akkor neki legalább 1000 telefontokot kellett volna vennie. Itt van egy 6 kilós tévé, a múltkor a juniorékkal itt voltunk, és egy kis indián táncot jártunk rajta. Ja, mele***jük a pénzt. Jó, hát itt a Mis nyert. Ő sokkal több dolgot össze tud törni. Néha még saját magát is. Ez micsoda ítéletfeltétel? Ha majd a BSW ennél nagyobb értékben tud törni dolgokat, akkor elhiszem, hogy ők az igazi császárok. Ma is rotyra raktam a klippeket, a következő 10 évben is biztos vagyok benne, hogy rengeteg elképesztő alkotás fog készülni az alkotóművészek szorgos kezei alatt. Én pedig itt leszek, hogy szétanalizáljam őket. Nevem DP, küldjetek egy MMS-t, és iratkozzatok fel a csatornámra. És lehet, hogy nyerhetsz tőlem egy ilyet. Egy ilyet, egy ilyet, egy ilyet, vagy egy ilyet, de csak lehet. Ez őcsígevő.